2017-es Év Erdésze verseny országos döntőjének június 21-én és 22-én a Kaszó ZRT adott otthont. A tavalyihoz hasonlóan ismét 3 erdélyi, valamint 19 hazai erdész küzdött meg a helyezésekért. Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége nevében a 10. Év Erdésze verseny döntőjének minden résztvevőjét. Hogy mi is ennek a versenynek a jelentősége és értéke, az csak egyetlen gondolattal szeretném érzékeltetni és kiemelni. 2016-ban a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával egy országos közvéleménykutatást kezdett az Erdészeti Egyesület, aminek idén most tavasszal születtek meg az eredményei. Ennek a közvéleménykutatásnak az volt a célja, hogy megnézzük, hogy a lakosság mit tud a magyar erdőkről, mi a véleménye a magyar erdészek munkájáról, és hogyan használja ő az erdőket, milyenek az erdőlátogatási szokásai. Sajnos, ahogy sejteni lehet, a magyar össztársadalomnak az erdővel kapcsolatos ismeretei nagyon alacsony szinten vannak, viszont van egy komoly reménysugár ebben a felmérésben, mégpedig azt, hogy akinek nincs ismerete, vagy akinek rossz véleménye van az erdőről, az kiderült, hogy igazából nem erdőjáró. Az a 10%, aki viszont azt mondja, hogy Magyarországon javul az erdők állapota, ez megegyezik azzal a 10%-kal, aki rendszeresen erdőbe járónak vallja magát, és talán ami a mi szempontunkból a legfontosabb, és itt kapcsolódunk a versenyhez, az, hogy ha megkérdezzük, hogy mi az oka a javulásnak, mit gondolnak ők, akkor első helyen a legfontosabb okként a magyar erdészek szakmai munkáját jelölték meg. Én biztos vagyok abban, hogy valamennyien komolyan vettétek a felkészülés időszakát, komoly munkát fektetetek bele abba, hogy egyrészt az otthoni házi versenyeket megnyerjétek, és itt részt vehessetek a versenyen. Abban is biztos vagyok, hogy az elvégzett munkának mindig megvan az eredménye. A rövid megnyitót, valamint a rajtszámhúzást követően kezdetét vette a megmérettetés. Méghozzá a legizgalmasabb versenyszámmal, a lövészettel. A versenyszám az gyakorlatilag 25 agyaggalamb lelövése, illetőleg 10 értékelt kispuska lövés. A koronglövészeten 25 korongot kapnak, nyilván amennyi korongot lelő az értékelés, tehát egy pontot jelent. Amennyiben azonos a pontszám, akkor ugye az idő az, ami majd osztja a versenyzőket, tehát a helyezéseket. Ugye a lövészetnél azt tanítjuk mindenhol, hogy töltetlen fegyver nincs. A biztonsági szabályok pedig azért vannak, hogy ezeket szigorúan betartjuk. Ez egy olyan sportág, ahol a biztonság az első szempont, a másod szempont a sport, a szabadidő kellemes eltöltése. Ezt meg kell tanulni, ezzel együtt kell élni, ezt ilyen pici korban tanítjuk. Tehát amikor a sportolóinknak a gyermekei ide kijönnek, ők már szinte tudják, hogy ugye a fegyvert milyen irányba tartjuk, hogy töltjük, hogy üdítjük. Tehát a lőtérnek gyakorlatilag ez a lényege, megtanít egy fegyelmet, egy szabálybetartást, odafigyelni a másikra, a másik sportásunkra. Én úgy látom, hogy az itt jelenlévő versenyzők a fegyvereket biztonsággal kezelik. Jól felkészült versenyzőkről van szó. Majd ugye az adrenalin az, illetőleg a versenyre való felkészülés, ki hogy tudja ezt kezelni, azt fogja ugye meghatározni majd itt a versenynek a végét, illetőleg a helyezéseket. Másnap a 22 versenyző két csoportra osztva az elméleti, valamint a számos állomásból álló gyakorlati versenyszámokon mérte összetudását. Az első állomás az évendésze versenynek a közjóléti versenyszám. Itt a versenyző egy gyerekcsoportot visz körbe a versenybírók által meghatározott nyomvonalon, egy rögtönzött tanösvényen. Itt a versenyzőnek közérthetően gyerekek számára is élvezhetően kell bemutatni az erdő élővilágát, növényeket, állatokat,
segítségükre van ebben a versenyzőknek ugye kihelyezett táblák, illetve úgy jelölték ki a nyomvonalat a versenybírók, hogy ott különböző állatokat, növényeket, gombákat, holtfát meg tudják mutatni a gyerekeknek, akik talán más szemmel fognak ezután már a erdőben közlekedni. Ez egy új versenyszám, ezt először az elmúlt évben, Somogyszobon történt éverdésze versenyén vezették be. Ennek a szükségszerűsége az indokolta, hogy a társadalomnak az erdő iránti ismeret hiányát szeretnénk mi erdészek tulajdonképpen kiegészíteni és pótolni ezt az ismeretanyagot. Tehát ennek egyik nagyon fontos eleme a társadalom, az emberekkel való kommunikáció, és ezt a gyerekeknél kell kezdeni. Ennek a mozgalomnak az egyik reprezentáns, hogy Magyarországon kb. 20 éve működnek az úgynevezett erdei iskolák. Ezek most már minősített iskolák, és egyre több gyereket szeretnénk a városból, meg a számítógép mellől kihozni, madárfittyöt hallani, gombával találkozni, meg meglátni a vaddisznót, meg a kakukkot, meg az egyéb madarakat. Ez egy nem egyszerű dolog, nem vagyunk egyformák, mindenkinek más a kommunikációs ingerküszöbe. Ilyen szempontból lehet valaki nagyszerű szakember, de ebben a témában lehet, hogy gyengén fog teljesíteni. Ez a választékolás versenyszám. Választékolás versenyszámnál az a feladata a versenyzőknek, hogy egy szálfából lehetőleg a legnagyobb értékű választékokat jelöljék ki. Tulajdonképpen különböző fahibák határozzák meg azt, hogy a fa egyes részeiből milyen választékot, erdei választékot lehet választékolni, és erre a magyar szabvány a mérvadó. A problémája a versenyzőknek az, hogy mivel a piaci viszonyok elég változóak, a magyar szabványt nem mindennaposan használják, hanem a piac szereplői határozzák meg, hogy mit vesznek meg. Ezért a versenyen előírt szabvány előírások azért nem minden esetben vannak a kisújban. A magyarországi nagy vadfajainknak kell 4-nek a trófeáját egyrészt ezen a vadföldön természetes környezetben megtalálni. Ugye a szegélyből kilépő őszbak vagy muflon, ott a vaddohányfoltba barcogó dámbika, vagy a vadföld közepén bőgő gímszarvas bikát imitálva, ugye ezeket megtalálni. Egyrészt a távolságát megbecsülni méterben, gímszarvas és dám esetében a trófea tömegét kilogramban, ősz esetében kiskoponyára vetítve gramba, illetve minősíteni kell, hogy lőhető az adott egyed vagy nem, hiszen a korosztályát is tudni kell, fiatal, középkorú vagy öreg. A buktatója az, hogy ezek itteni trófeák. Itt egy picivel eltérő a trófea tömeg az őszbak esetében, más a gímszarvas esetében, mint mondjuk az északi középhegységből, az Alföld valamely régiójából, vagy a Dunántúlról érkező kolléga esetében, úgyhogy itt oda kell ezekre figyelni. A feladata az, hogy az erdészek meghatározzák, mekkora fatömeg van szakszerűen ebben az erdőben. Ezt úgy tudják meghatározni, hogy rendelkezésre áll néhány eszköz, választhatnak, igazság szerint egy eszköz használunk, ezt a relaszkópot, amivel meghatározzák a körlapot, megmérik az átlag fa magasságát, illetve az átmérőjét, ebből egy táblázat segítségével ki tudják számolni azt, hogy mennyi fata megvan ezen az egy ponton. Annyit kell erről tudni, hogy ez kb. Egy 10%-os pontossággal határozza meg a fatömeget, nem úgy, mint mondjuk egy egyedi becslés, ahol minden egyes fa meg van mérve. Azért is nevezzük ezt becslésnek. Az a nehézség, hogy az erdészek ezt viszonylag keveset csinálják, inkább az erdőmérnökök végzik, de mivel most már az állománybecsléseket szinte mind az erdészeknek kell megoldani, ezért tisztában kell nekik lenni ezekkel az eszközökkel, azzal a módszerrel is mindenképpen, illetve egy jó tájékozódás minden egyes állomány esetében, hogy itt mennyi fatömeg van. Ez egy gyertyános kocsányos tölgyes állomány, el egy fafajokkal, ahol a versenyzők feladata az, hogy az előre kijelölt 100 törzsből kiválasztják azokat a törzseket, amelyek a gyérítés után, mint javafa,
maradnak a területen, illetőleg azokat, amelyeket most kivágnánk. Itt minden egyes fát egyesével vizsgálunk felül, és azt nézzük meg, hogy melyik az, amelyiknek az erdő hosszú távú életében szerepe van még, fontos szerepe. Ilyenkor az erdész nagyjából eldönti azt, hogy az állomány későbbi értéke az jobb legyen, tehát a minőséget javítja. Az erdőkár becslés arról szól, hogy az adott mintaterületen, a kijelölt mintaparcellában az összes fának a károsításait, illetve a kórokozókat meg kell becsülni a versenyzőknek. Tehát egyrészt meg kell határozni a károsítók előfordulási gyakoriságát, és azt is, hogy ezek a károsítók milyen intenzitással fordulnak elő az egyes fafajokon. Ez a feladat először szerepel az erdészverseny életében, remélhetően a jövőben minden évben lesz ilyen feladat, de azt kell, hogy mondjam, hogy van mit csiszolni és gyakorolni, és tulajdonképpen a versenyzőknek is, de a feladat kiírásnak is, tehát nekünk is változtatni kell. Ez tulajdonképpen egy tanulás számukra is, meg az ilyen öreg rókák számára is, mint én vagyok. Ugye közhíres a erdész összefogás egyébként a szakmán belül, és gyakorlatilag azt mondom, hogy mindenki szorongással várja ezt, hogy, és szurkol a versenyzőknek. Ugye mi elméletileg nem tudjuk, hogy ki honnan jött, nekünk sorszám alapján kell megítélni a dolgot, és próbálunk objektív, a legjobb tudásunk szerint megfelelni ennek a feladatnak. Az év erdésze versenyt követően ugyanígy Kaszón gyűlt össze a Magyar Erdész Társadalom, hogy részt vehessenek az év legnagyobb szakmai találkozóján, az immár 148. vándorgyűlésen. Történelmi pillanat ez az erdőgazdaság életében, hiszen annak ellenére, hogy a vadászok és kutyások, vérebesek, tacskósok nagy családjának már több megyei, országos és nemzetközi rendezvényt is szerveztünk, az erdész társadalom legnagyobb rendezvényének ma első alkalommal adhatunk otthon. Magunk részéről a szervezés során igyekeztünk mindent megtenni, annak érdekében, hogy a rendezvény méltó legyen egyrésztről az Egyesület hagyományaihoz, másrésztről pedig a kaszói nagy rendezvények vívójához. Tisztelt vendégeim, kedves kollégáim! Köszönöm a megerősítést, amit aktivitásukkal, a taglétszám növelésével, az erdészeti lapok olvasottságával, a teltházas rendezvényekkel visszajelezve az OE vezetésének adnak. Az elnökség és a munkatársaim nevében válaszul azt ígérhetem, hogy tovább építjük egyesületünket, aminek hiszem, hogy jó dolog a tagjának lenni. Ma Magyarországon nincs olyan egyesület, amelyik 151 éves múlttal rendelkezik, az Országos Erdészeti Egyesületet leszámítva. Nem hiszem, hogy van olyan egyesület, aminek a tagjai majdnem teljes egészében lefedik az egyesület szakterületén dolgozó szakemberek számát, és azt sem hinném, hogy van olyan egyesület, amelyik mindemellett még majdnem ugyanannyiszor tartott már gyűlést, mint ahány éve az egyesület működik. 2017-ben a 148. vándorgyűlést szervezte az Országos Erdészeti Egyesület, de úgy érzem, hogy a tavalyi nagy jubileum után sikerült a lelkesedést megtartani, sikerült a méltó ünneplést folytatni. Ezt mutatja az is, hogy ismét majdnem rekordlétszámú résztvételt regisztráltunk. Több mint 700-an jöttek az ország minden tájáról erdészek és meghívott vendégek, hogy itt Somogy megyében együtt ünnepeljenek. Amikor elvállaltuk ennek a mostani 148. vándorgyűlésnek a megszervezését, akkor nem gondolkodtunk abban, hogy csúnya szóval übereljük az ottani vándorgyűlést, egyszerűen csak tesszük a dolgunkat, és igyekszünk az Egyesület hagyományaihoz méltó, illetve a kaszói nagy rendezvények nívójához méltó rendezvényt szervezni. Hát remélem, hogyha az égiek is úgy gondolják, akkor ez sikerülni is fog. Két évfordulóra is emlékeztünk idén, egyrészt Kán Károlyra, másrészt pedig Madas Andrásra. Mind a kettőjüknek születési évfordulója van. Kán Károlynak a 150. Madas Andrásnak a 100. születési évfordulóját ünnepeltük idén. Mind a ketten nagy formátumú erdész elődeink, akik nem csak a szűk szakmában, hanem a szélesebb ágazatban, a szélesebb társadalom számára is
fogalmaztak meg üzeneteket, és irányították úgy a szakmát, hogy választ adjunk ezekre a kérdésekre. A megnyitó ünnepségen természetesen kiemelten foglalkoztak az erdész szakmában fontos szerepet játszó új erdészeti törvény létrejöttének és elfogadásának témakörével. Az erdészeti törvénynek az alapkoncepcióját az Országos Erdészeti Egyesület készített el még 2010-ben, amikor erre felkértem őket. Nagyon fontos, hogy a törvény időtálló, méltó Mária Terézia óta lévő erdőgazdálkodásunkhoz, és az egyensúlyra, a konszenzusra és a fenntarthatóságra épít. Itt nem lehet hibázni, ezért fontos a konszenzus, a tapasztalatokra építés is az, hogy minden szereplőnek a szempontja érvényesüljön. A vadgazdának, az agrárgazdának, a vidékfejlesztésnek, a zöldeknek, a magánerdőknek, az állami erdőknek. És ez óriási munka volt, megvan a fegyvertörvény, megvan a vadászati törvény, megvan a vadászkamarai törvény, megvan az erdőtörvény, és most már csak ennek úgy mondjam a learatása van, és a világ számára való bemutatása a 21-es vadászati világkiállítás. Az idei év az nem csak arról lesz emlékezetes az erdész szakmának, hogy 148. alkalommal az Országos Erdészeti Egyesület megtartotta a vándorgyűlését, hanem egyéb más okból is egy jelentős évszámot írtunk le. Az idei évben volt lehetőségünk egy 2,5 éves előkészítő munka után hozzányúlni az erdőtörvényhez. Ahhoz az erdőtörvényhez, amit nagyon sokan és nagyon sok oldalról próbáltunk meg jobbá tenni. Itt mindenképpen meg kell köszönjem az FM illetékes államtitkárságának azt a partnerséget, amit végig mutatott minden olyan szervezet irányába, amelyik legjobb tudása lehetősége szerint próbálta az erdőtörvényt jobbá tenni. Azt gondolom, hogy ebben az évben talán a törvény módosításával is méltóképpen tudtunk tisztelegni a 150 éve született Kán Károly emlékének, aki meghatározó alakja volt a Trianon utáni sokból ébredő erdésztársadalomnak, és nagy-nagy segítséget nyújtott az egész magyar gazdaságnak abban, hogy erdőterülettel és fával látta el hazánkat. Az idei vándorgyűlés részét képezte a parkban felállított kopjafa avatása, mely méltó helyszínné vált az elmúlt egy évben elhunyt erdésztársak megemlékezésére. Felkérem dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urat és Zambó Péter elnök urat, hogy helyezze el kollégáinkra emlékező koszorút a kopjafánál. Dr. Jerebontó Kán Károly díjas erdőgazdás. Jeszenszky András Dekret József díjas erdőgazdás. Az Erdészeti Egyesületnek a jelmondatában van két fontos téma, az egyik a szakértelem, a másik pedig az összetartozás. A rendezvényeink és a vándorgyűléseink is mind a kettőről szólnak. Egyrészt ünnepeljük a kitüntetetteket, baráti vacsorán találkozunk, találkoznak a régi évfolyamtársak, kollégák, eszmét lehet cserélni, híreket lehet cserélni, de fontos eleme ennek a programnak, és már 148. alkalommal fontos eleme, hogy a térség erdőgazdálkodásával szakmai programokon megismerkedjünk. Ugyanilyen fontos eleme a programnak az ágazat rangos elismerésének számító egyesületi kitüntetések átadása is. Ennek keretében Limp Tibort a termőhely feltárással kapcsolatos eredményes kutatásaiért, Mocné Szabó Erikát a fiatalok környezettudatos neveléséért, aktívan küzdő szerepéért díjazták. Az erdő egy összetett rendszer, és soha nem egy statikus állapot, hanem egy nagyon is dinamikus rendszere a világnak, és ugyanúgy, hogy az erdőnek megvan a rendeltetése, ugyanúgy magának a termőhelynek is megvan a potenciálja, megvan a bizonyos értelembe vett rendeltetése. Ez az egyik, ami a mi hivatásunk, illetve a mi feladatunk, hogy akár a határtermőhelyeken, akár a kiváló, jó termőképességű talajokon, termőhelyeken megtaláljuk azt a gazdálkodási módot, ami leginkább passzol, de leginkább kielégíti a természetvédelmi, erdőművelési, ökológiai, ökonomiai irányelveket. Az, hogy nem természetes falun vidéken ez az életforma, ezt nagyon-nagyon látom, és azt is tudom, hogy ezt a kicsi gyerekeknél kell már elkezdeni. Az, hogy itt élnek, kapnak egy alapot, egy természetes viselkedést, egy természetes
kultúrát, de ezért nagyon sok dologra fel kell hívni a figyelmüket, nagyon sok dolgot meg kell tanítani, és én azt gondolom, hogy ezt egy nagyszerű csapattal, egy nagyszerű háttérrel, a kollégáim, képzett kollégáimmal a háttérben, mi ezt nagyon nagy szeretettel műveljük, és nagyon nagy szeretettel nevelgetjük ezeket az apró kis csemetéket. A nyári táborok, a erdei iskola programok, amelyek szeptembertől indulnak, az erdei játszóterek, azok a tanösvények, amelyek mutatják, hogy milyen természeti szépségek között járkálhatunk nap mint nap, ezek most egyre fejlődőben vannak. Én remélem, hogy a gyermekekhez sikerül még közelebb hozni az erdőgazdálkodást, az erdőművelést, és végre eljutni oda, hogy a favágás és az erdőművelés között azért elég komoly különbség van, még akkor is, hogyha az erdőművelésnek vannak olyan részei, ami valóban a fa kivágásával jár, de mindezt azért tesszük, hogy tovább nőjön Magyarország erdősültsége, de megduplázódott 100 év alatt ez az erdősültség, és szeretnénk, ha még tovább növekedne, és ezen belül pedig a természeti, környezeti változásoknak megfelelően egy jó állapotú erdőállomány lenne Magyarországon. A kétnapos rendezvény zárásaként ünnepélyesen is kihirdették az Év Erdésze verseny helyezettjeit. 2017-ben az Év Erdésze verseny döntőjének harmadik díját Vámos Károly, az Egererdő ZRT Erdésze nyerte. Második helyezettje Baracs Zsolt, a Vértesi Erdő ZRT Erdésze. Gratulálok! Az Év Erdésze verseny első helyezettje és az Év Erdésze cím birtokosa Szehágel István, a Sefag ZRT Erdésze. Ennek nem feltétlenül csak az a célja, hogy leüljünk és meghallgassunk száraz adatokat, hanem az is a célja, hogy a régen nem látott ismerősökkel, barátokkal találkozhassunk, feleleveníthessük a közel vagy a régmúltnak az eseményeit, emlékeit, vagy akár az egy évvel ezelőtt Tusnádfürdői vándorgyűlésen félbeszakadt beszélgetéseinket folytassuk. Én minden kaszóra látogató vendégnél azt szeretném, hogy azt érezze, hogy ha egyszer kaszó levegőjét szívta, akkor örökké szomjazzon utána. A műsor támogatója a Nimród Vadászújság. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.